én csak ugye egy jószándékú közvetítő voltam ebben az esetben, tehát igazából én semmiképpen nem szeretnék többet indikálni magamnak, mint ami történt, mégpedig az, hogy kedves Gala János barátunkkal, aki Nemzeti Jövő Szolgálatnak a titkára, elnökségi tagja és egy kedves munkatársunk, ő hívta fel a figyelmet arra, hogy egy ilyen egészségügyi eszközökből álló adományt jutassak el valóban Budapest 15. kerületében. Ulmban létező Magyar Kultúra Egyesületnek vagyok az elnök, voltam az elnök, és most tiszteletbeli elnöke vagyok. Mi hasonló dolgokat már itt Magyarország fele próbáltunk, illetve tettünk. Ezt is szívesen tettük, mert úgy érzem, hogy ma itt Magyarországon akkora segítségre van szükséges, vagy akkora összefogásra, amit az összes, az úgy mondjam, a világ magyarságainak meg kell lépnie, és minden lehetőséget onnan kintről meg kell tennünk annak érdekében, hogy itt a magyar emberek valamiféleképpen egy normálisabb millióban éljenek. 120 tagtársa van ennek az egyesületnek, Ulm és környékének körülbelül 300 olyan családja van, aki rendszeresen látogatja az egyesületet. Tulajdonképpen a kultúránkat szeretnénk és a gyökereiket szeretnénk állandóan életbe tartani, és ez egy olyan tápanyag itt most, hogy itt lehetünk, hogy a gyökereinknek ez egy tökéletes és egy csodálatos dolog. És amit tehetünk Magyarországért ma, akár a politikai világban, akár a személyes világban mindent meg fogunk tenni, hogy valahol újra találkozunk ebben a millióban. Tisztelettel megköszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen. Dembski urat még arra kérem, hogy azért, ha lehetősége van, mondja már egy picit pontosabban, hogy mi az adomány tárgya. Tehát, hogy micsoda, mit jöttek, hány darab van, mire használhatók, egy picit úgy ismertessen meg minket azzal, hogy akár mutassa is meg. Tehát, igen, itt előttünk van egy elektromos ágy, ami különféle mozgásokra képes, aminek az a jelentősége, hogyha valaki olyan állapotban van, vagy műtét után, vagy egyáltalán az illetők ebbe könnyebben mozog. Köszönjük a Németországban élő magyar honfitársainak, illetve hát éppen az a kérdésem, hogy ez igazából hogy állt össze? Úgy állt össze, hogy a tagság maga különféle helyeken dolgozik Németországban. Az egyik kórházban, a másik egy olyan segédeszközöket áruló vagy javító üzemben, akik rendszeresen, te van két kocsim, van egy mankom, lenne ez az ágy, ha elvinnéd. Tehát így, hogy mondjam, 10-20-30-an szedtük ezeket a dolgokat össze, tehát nem én egyedül, én voltam csak a végrehajtója, tehát én ebben csak egy bélyeg voltam, aki mint postás elhozta holmit, viszont ott szervezünk ugyanígy tovább. Köszönöm szépen, igazgatónőnek adnánk át a szót, hogyha van kedve egy pár mondatot szóljon. Hát mi pedig nagyon szépen köszönjük ezt az adományt, idős emberek részére rendkívül fontos, hogy ezeket az eszközöket tudják használni, és a meglévő nehéz helyzetünkben egyre nehezebben jutunk ezekhez az eszközökhoz, úgyhogy mindenképpen jó. Meg ilyen szomorú egyébként, még azt is el kell mondanom, hogy egyébként a civil szervezetek, ugye szintén civil szervezet tartja fenn ezt az épületet és intézmény. Az a szomorú dolog, amit el kell mondani, hogy idén január 1-től úgy módosították a személyi jövedelemadó jogszabályt, hogy a civil szervezeteknek felajánlott adomány után már nem lehet adóigazolást kiadni. Illetve szigorították, mert kiemelten közösszes szervezeteknek a tartós adományozás után lehet adókedvezni, de minden más civil, több ezer civil szervezet elesik most attól, hogy ösztönözze az embereket arra, hogy támogatást adjanak. Mert eddig úgy volt, hogy a befizetett támogatási összegnek a 30%-át lehetett adni az adóból, és most semmit nem lehet levonni. Ez egy óriási csapás, és Jobbik Magyarországért mozgalom programjában egy többek között egyszerűen jutunk, hogy ezt bizony vissza kell állítani a civil szervezetekből szóló részt. Jó, és akkor mindenki, aki írja, jó. Egy ideálat, nekem nem viszko, írja először alá, jó? Thank you.
adjuk, ugye? Egyet kapunk, egyet kapunk. Igen. 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 Ig